A fárasztó munkahét után jöjjön a szórakozás. Startoljon el a mai epizód. Így kell ezt csinálni.
mai műsorunk vendége Dredd és Doris. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi köszönjük a meghívást. A Dredd és Doris formáció immáron 17 éve szerepel. Hűha, ezt így kiszámoltad? Így van, és korodnál fogva én azért úgy sejtem, hogy nem te vagy az első és egyetlen Doris. Ez bizony is volt ez? Hát a sok plasztika, nem. Hát szám szerint én vagyok a harmadik, de én már körülbelül 10-11 éve. Úgyhogy hát mondhatjuk, hogy a leghosszabban kitartó én igen, vagyok. Igen, ott a legelején volt egyfajta útkeresés, és tulajdonképpen amióta egymásra találtunk, azóta ez tart folyamatosan. És így azért egy fiú-lány duónál mindig felmerül az a kérdés a nézőkben, hogy vajon az életben is egy párra, én tudom a választ nyilván, de nem biztos, hogy minden néző tudja. Nyilván hogy... ez nagyon-nagyon sokszor felmerül kérdésként, akár a filmszínészeknél és stb., hogy egy-egy szerep során milyen fajta kapcsolat lehet adott esetben a főszereplők között. Tehát mi munkakapcsolatban vagyunk, úgyhogy, de szerintem talán ez így is van rendjén. Neked valami hozzáfűzni? Hát igazából valahogy... nyilván ugye a sok év alatt össze is barátkoztunk, mondhatjuk így. Hát ugye rengeteg időt töltünk együtt, úgyhogy főleg a nyári időszakban. Nagyjából mindent tudunk egymásról szerintem. Igen, de... Tehát az autóban, amikor megyünk, akkor mindent kitárgyalunk, hogyha mondjuk egy bizonyos időszakban mondjuk nem találkoztunk volna január, nem tudom, első két hetében, akkor úgyis ki fogjuk beszélni ezt előbb-utóbb. Néha veszekszünk, kitépem a haját. És látszik, hogy milyen eredménye. Akár úgy is funkcionálhatnátok, mint egy házaspár, de ez egy barátság. Akkor. Nem, és abszolút. Egyébként évi egy ilyen összezördülésünk szokott mindig lenni, és akkor azt ugye elrendezzük, és utána megyünk tovább. Idén ez még hátra van. Idén ez még hátra van, igen. A mindennapi zenélés mellett azért tudhatni rólad, hogy elég komoly szakmai pozíciókat töltesz be, mint az NKA-nál, és úgy az Artisjusnál is. És mennyire tartod inkább te magad szív-lélek-zenésznek, vagy inkább egy hivatalnoki embernek? Fű, hát ez alapvetően kettős dolog, tehát én olyan ember vagyok, aki szereti tudni, hogy mi mitől működik. Tehát amikor én kisgyerek voltam, és kaptam egy távirányítós autót, akkor az karácsony másnapján már darabjára volt szedve, mert szerettem volna tudni, hogy mitől megy a kis távirányítós autó. És ez a zeneiparról is így van, tehát hogy alapvetően azok a pozíciók, amiket én itt az évek során összeszedtem, azok igazából csak jöttek, tehát hogy én nem feltétlenül próbáltam ezeket a pozíciókat megszerezni, hanem egyszerűen csináltam a dolgomat, érdekelt, hogy hogyan működik a zeneipar háttere, és ennek a munkának a során gyakorlatilag hát sorra megkínáltak különféle ilyen zeneipari pozíciókkal. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, mert analitikus ember vagyok, és úgy tűnik, hogy bíznak is bennem azok, akik mondjuk megválasztanak egyik-másik tisztségre. És én úgy gondolom, hogy mivel te azért ezekben a pozíciókban is benne vagy, és ugyanúgy a mindennapi zenét is csinálod, tőled hitelesebben senki nem tudna arra válaszolni, hogy szerinted miben rejlik egy mai zenekar, vagy akár egy előadónak a hosszú távú sikere? Hű, hát ez talán a legnehezebb kérdés, mindenki próbálja megfejteni, és azt gondolni, hogy a zsebében van a bölcsek köve. Szerintem ilyen nincsen. Én azt gondolom, hogy a kitartás a legfontosabb. Tehát, hogy nincsen olyan igazi recept arra, hogy hogyan lehet valaki sikeres. Egyszerűen csinálni kell, és bízni abban, hogy előbb-utóbb eljön az idő, amikor mondjuk lesz egy olyan sikeres dal, amikor a produkció egy picit így, hogy is mondjam, átbillen abból az állapotból, amikor hobbi projektből egy professzionális produkcióvá válik, a közönség is mondjuk széles körülön országszerte megismeri. De hát ugye általában ez így szokott lenni, hogy mindenki azt mondja, hogy hirtelen jött siker. Általában a hirtelen jött sikerek mögött egy ilyen 10 éves munka szokott lenni, amit az emberek még nem látnak, és amikor a végeredményt látják, már akkor az olyan hirtelen jöttnek tűnik, de valójában a hosszú és kitartó munka eredménye, én azt gondolom. És ez tényleg így van, hogy hosszú-hosszú évek telnek el, és azért mindig ott vagytok a köztudatban, és ez egyértelmű, hogy valamit nagyon-nagyon jól csináltok. Nagyon szerethető a zenétek, és ti, mint emberi jelenségek is nagyon pozitív, kedvesek vagytok, és szerettiteket a közönség. Lehet, hogy ez a titok?
Az is lehet, hogy ez a titok. Én bízom benne, hogy próbálunk mi teljesen emberek maradni, mert mitől lennénk másabbak. Úgyhogy, és hát csináljuk a dolgunkat. Tehát, hogy én ezt nem szoktam nagyon így elmisztifikálni, hogy ez valami óriási nagy dolog. Én ehhez értek, én ezt csinálom. Valaki, nem tudom, az asztalos munkához értő, nagyon szép székeket meg asztalokat tud csinálni, és annak is megvan a maga varázsa. Nyilván a zene az mondjuk a szélesebb közönség felé egy ilyen univerzálisabb nyelv, és talán ez lehet a titok. És gondolom, te is hoztad ezt a véleményt. Ez így van. Mondjuk azt tényleg, hogy amennyit ugye mi is adunk, mi is kapunk ugye a közönségtől, annyira pozitívan tudnak minket tölteni, hogy nyilván szeretjük is, amit csinálunk, persze. Egyébként az a legérdekesebb, hogy amikor elmegyünk egy helyszínre, és valahogy kicsit olyan feszültek vagyunk, mondjuk nincs túl jó idő, vagy nem tudom, és na, akkor ezt most megcsináljuk. És hogyha tényleg mi is beleadjuk azt az energiát, akkor az energia az visszatükröződik a közönségtől is, még akkor is, hogyha mondjuk nem olyan nagy-nagy létszámban vannak jelen. És simán vannak olyan fellépéseink, amikor mondjuk van egy nagy létszámú közönség, akár több ezer ember, és azt mondjuk, hogy hát figyelj, ez nem volt annyira jó, mert valahogy úgy nem éreztük, hiába voltak sokan, hiába, valami nem működött. És ellentétben pedig vannak olyan rendezvények, ahol viszonylag mondjuk szűkebb 100-200 fős közönség van, viszont annyira együtt tudunk lélegezni, hogy ez sokkal több energiát ad. Ez nagyon fura, de hát előfordul ilyen is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a műsorba, és kérlek titeket, fáradjatok a színpadra, és adjatok nekünk ebből az energiából. Úgy legyen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Let's go.
tőled voltam, megkaptad szívemet, pont így hagytam rád szép emlékeket, de te ezt nem értékelted, így hát viszlát. Felcsillant egy új remény, egy nálad szebb jövő, már lejárt az idő. Mindenem úgy fájt, őrültem minden mésebem, de a szív az semmit nem felejt, soha ne reméld. Forra vérem menni kell, vár a csillogás, véget ért a magát. Bízom abban, hogy önök is olyan jól érezték magukat, ahogy én. Várom a következő találkozásunkat. Ma éjjel kirúgó